Egy átlag ember kb. 20 000 szót ismer, de én csak egyre vagyok kíváncsi. Kösz, hogy megálltál. Hogy hívnak? Mark. Szia, szeretnék elvégezni egy apró kísérletet. Oké. Van nálam egy kártya, egy pillanatra fel fogom villantani neked. Van rajta néhány szó. Ezek a szavak bejutnak a tudatalattidba, de a tudatodba nem. Képzeld el a teret közöttünk, összpontosíts rá. Nagyon jó. Láttad a szavakat? Nem. Nem? Mindegy, mondj egyet. Alma. Alma? Igen. Meglepődnél, ha az egyik szó az alma lenne a papíron? Eléggé. Tényleg? Igen. Látod ezt? Te jó ég! Olvasd össze a kezdőbetűket. A-P-P-L-E. Alma. Megtarthatod. Pedig egy betűt sem fogtam fel belőle, olyan gyors volt. Ha csak egy pillanatra látunk is valamit, a legtöbb információt befogadjuk, csak nem tudjuk feldolgozni. Az ember sokkal több mindent lát, mint gondolná. Amit látunk, az bejut az agyba, csak nem biztos, hogy tudatosul is. Láttad valamelyik szót? Nem. Nem? A tudatalattim biztos érzékelte a vastagbetűket. Annyira gyorsan történt az egész, hogy fel sem fogtam, mégis kihatott a gondolataimra. Egy átlagos ember látómezeje 60 fok mindkét irányban. Most a látás és a tudatalatti kapcsolatát fogom bemutatni egy érdekes kísérlettel. Feltarthatlak egy kicsit? Igen. Nem gond? Nem. Szeretnék kipróbálni valamit az újságoddal. Oké. Kölcsön kérhetem? Lássuk csak, mit írnak. Csomó fénykép van a címlapon. Egy pillangó, baseball játékosok, meg egy repülőgép. Visszaadom az újságot, és elmondom, hogy mit kell csinálnod. Fordulj nekem háttal, és nézegesd az újságot. Próbáld megjegyezni a címlapot. Fordulj meg, addig én leírok valamit. Az a lényeg, hogy te nem láthatod, hogy mit. Jól van, visszafordulhatsz. Nagyszerű. Nyújtsd ki így a jobb mutató ujjad, és koncentrálj rá. Csukd be a bal szemed. Ez nagyon fontos. Koncentrálj rá 3 másodpercig. 2, 1. Jó. Most lapozz az első oldalra, és mutass az ujjaddal az egyik cikkre, amelyikre szeretnél. Bármelyikre lehet. Húzd végig az ujjadat a sorokon, szóról szóra, és állj meg az egyiknél, amelyik szimpatikus. Bármelyiknél. Találtál egyet? Bármelyiket választhattad volna, ugye? Igen. Melyiket választottad? Amerikai légitársaság. Amerikai légitársaság. Szabad döntés volt? Igen. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy mégsem? Hogy én akartam, hogy annál állj meg. Mit éreznél? Nem inném el. Nem? Nem, tuti nem. Az igen. Ez nem semmi. Mindjárt betojok. Ez nem volt semmi, öregem. Megkért, hogy válasszak egy cikket. Mutatni szeretnék valamit az újságoddal. Választanom kellett egy szót. Ha a környezetünkre koncentrálunk, az agyunk rengeteg információt befogad. Nyújtsd ki az ujjad, és koncentrálj rá. Csukd be a bal szemed, és nézd az ujjad 3 másodpercig. A perifériás látásunkkal is rengeteg információt veszünk fel a környezetünkből. Komolyan nem értem. Vajon hogy csinálta? A tudatosulás előtti információfeldolgozás a tudatalattink nem tudatos működését jelenti. Így működik a perifériás látás is. Bármelyik szót választhattad volna, ugye? Igen. Szabad döntés volt? Igen. Te jó ég! Nem mondtam neki semmit. Fogalmam sincs, hogy csinálta. Honnan tudta? Nem hiszem el. Őrült vagy, ember! De komolyan, hogyan csinálta?